Önök a Dunaföldvár Televízió június másodikai adását látják. Jó estét kívánok! A ma esti Földvár mozaikban a következő témákkal foglalkozunk. Átadták a Soltot, Dunaföldvárral összekötő kerékpárutat. Én úgy gondolom, hogy ha arra visszagondolnak a dunaföldváriak, hogy amikor a híd felújítása elkezdődött és levették a síneket, majd utána elhordták a töltést, és akkor felmerült már az, hogy itt kerékpárút lesz. Vajon ki hitt ebbe? És lám, 2015-ben már itt tudunk kerékpározni, úgyhogy hinni kell ezekben a dolgokban, meg hát természetesen végig kell ezt az utat járni. A Bács megyei kormány megbízott is megjelent a kerékpárút átadásán. Azt gondolom, hogy rendkívül fontos ez a mai nap. Az, hogy mind az alapkörletételnél, mind pedig most itt lehetek, és nem csak néhányan önkormányzati vagy kormányzati tisztviselők vagyunk itt, hanem itt vannak a soltiak, és itt vannak a dunaföldváriak. Ez ennek a beruházásnak, ennek a több mint 200 millió forintnak az elköltésébe abban erősít meg bennünket, hogy ez jó célt szolgál. Erre itt nagy igény van. Június 1-től már látogatható a Dunaföldvári strand. Gyakorlatilag 15 januártól egy szakorvost alkalmazunk, aki a fürdő területén hetente egy alkalommal, most éppen csütörtöki napokon 14 órától 15 óráig rendel. Az engedélyezési eljárásnál egy viszonylag nagyobb munkával járt, amikor magam is megdöbbentem, hogy több mint 30 településről járnak hozzánk a vendégek. Ez körülbelül 150 ezer embert érint. A Dunaföldvári Református Közösség vendége volt Tokod Ilona. Azért templomban énekelni egészen más. Szerintem azért is, mert az Isten háza, és nagyon közel van hozzánk, és akik ide jönnek, azok mind szeretettel szeretnének megfürödni a zenében. És most különösen egy nagyon szép alkalommal koncertezünk itt a Puskát András férjemmel, mert Simon István úgy tudjuk, hogy jövőre már nem lesz itt, mint nem lesz alkalmazásban, mint református lelkész. A hétvégén idegenben játszottak labdarúgóink. Az első félidőben nem játszottunk jól, pontatlanok voltunk. Meg kell említeni, hogy a Kölesdi csapatnak megsérült a kapusa, és nem volt tartalék kapusuk, így egy mezőjátékos állt be a kapuba, ugye ez nagy segítség volt számunkra. Szünetben megbeszéltük, hogy mit, hogyan kell változtatni. Ennek függvényében másik félőben tudtuk, hogy mit kell játszani, jobban is működött a dolog. Széles Gergő egyéni megindulását követően sikerült egy büntetőt kiharcolni. Átadták a Soltot, Dunaföldvárral összekötő kerékpárutat. Soltváros polgármestereként milyen érzés az, hogy átadták a mai napon a Soltot Dunaföldvárral összekötő bicikliutat? Nagyon nagy öröm, és nagyon régóta várjuk, nagyon sok solti lakos várta, és nem is hitték, hogy valahogy elkészül ez a veszélyes szakasz, de én, mint polgármester bíztam benne, hogy az a pénz, ami ide lesz szállva, az meg is az előbb-utóbb is meglett. Kipróbálta már? Nem egészen, kerékpárra még nem. Azok a munkák, amik még folynak rajta, hogy meg kell csinálni, szinte minden nap le kell jönnöm, mert mellette még azoknak a gazdáknak kell utakat építeni, akik nem tudnak, nem engedjük fel a kerékpártra, vigyázunk rá, hogy tönkre tegyék. Így lejárunk személykocsikkal, de a kerékpárom elő van véve, és ki szeretném próbálni a feleségemmel. Mit jelent a város számára az, hogy megépülhetett ez a kerékpárút? Ugye Soltnak más részén is van kerékpárút. Igen, egy nagyon rövid szakaszunk hiányzik belőle, azt már beadtuk megyei fejlesztésbe, az össze lesz kötve ezzel az úttal, onnantól kezdve Solt a keleti széléről egész Dunaföldvárig el tudnak kerékpározni az emberek, ez nagyon jó, nagyon sokan várják, és nagyon biztonságos, különösen a gyerekek nagyon örülnek neki. A dunaföldváriak számára ez a későbbiekben milyen lehetőséget, turisztikai lehetőséget biztosít, hogy Solt keleti részéig el tudnak menni, onnan merre mehetnek tovább? Ott is a megyei fejlesztési pénzekből 14 kilométert közösen Dunatetitlennel meg fogunk építeni az elkövetkező évekbe, és akkor le tudnak menni Dunaföldváról Tompáig kerékpárúton keresztül, mert az akasztai haláscsárdáig megépült a kerékpárút, nem sokkal lesz átadása, viszont ez a kis szakasz hiányzik, úgyhogy ez mind a két településen nagyon fontos lesz.
Az önkormányzatra nézve milyen kötelezettségeket jelent a továbbiakban ez a kerékpárút? Fölkészültünk rá, a karbantartás a miénk, ugye meg vagyunk egyezve, hogy a kishídnak a közepéig Dunaföldvár fogja kezelni, onnan pedig mi fogjuk kezelni. Mi már megvettük azt a gépjárművet, azt a fűkaszát, ami a rézsüt fogjuk lekaszálni, meg a hótolás is már kiosztottuk az embereknek, ki mit fog csinálni, hogy télen is járható legyen a kerékpárút. Mit tapasztal egyébként, hogyan fogadták a soltiak azt, hogy most már igénybe lehet venni, használni lehet ezt a kerékpárutat? Vannak-e visszajelzések? Természetesen, amikor kint vagyok a kerékpárút mellett, akkor a soltiak mind köszönik, hogy nem is hitték volna, hogy elkészül, nagyon nagy öröm, és látom, hogy egész kicsikék és kis kerékpára is jönnek át, az öröm nézni, nekem is van egy kis unokám, alig várom már, hogy akkor legyen, ő is kipróbálja a kerékpárutat. Ugye Horgásztanyán vagyunk, itt zajlott a megnyitó, illetve az átadó ünnepség. Jelentheti-e azt, hogy erre Horgásztanyára is nagyobb számban ellátogatnak az önök városából? Természetesen. Ugye idáig is voltak solti horgászok, de most, ahogy látom, már fönn a pecájuk a kerékpáron, nem autóval jönnek le, hanem gyorsan kerékpára pattannak, és sokkal hamarabb. Meg hát közben azért tudnak kicsit iszogatni is, mert ugye ez nem olyan veszélyes, ha iszik kerékpára, mint ha a személygépkocsival jön le. Említette Horváth Zsolt polgármester, hogy tükörtelepülései vagyunk egymásnak. Ez a későbbiekre nézve milyen más hasonló együttműködést eredményezhet, mint ez a közös kerékpárút építés? Elmondtam a polgármester úrnak is, soha ilyen jó a kapcsolat nem volt a két város között. Ez köszönhető a kerékpárútnak is, meg szerintem akár a személyeknek is köszönhető, hogy a két település egyre közeledik egymáshoz. Ezt nagyon régóta vágytam, mert ugye Dunaföldvár itt van közelségünkben, és nem volt jó a kapcsolat. Bízom benne, sokkal jobban ki fog épülni, és látom itt az emberek akár a majás alkalmával, akár a horgászattal, akár más rendezvényekkel szívesen együtt vannak azon a földvariakkal. Fél évvel ezelőtt zajlott le a kerékpárút alapkőletétele, ehhez képest nagyon gyorsan megépült ez az út. Így érzette is? Hát én azért ennyire nem érzem, hogy ilyen gyorsan ment ez a dolog, azért ennek elég hosszú előkészítő szakasza volt, ugye itt a pályázatoknak az is az egyik legnagyobb problémája, és ezért szoktam azt mondani, hogy kell készíteni a fiókoknak terveket, engedélyes terveket. Itt is ugye az volt egy nagyon nagy szerencse a hosszú előkészítés alatt, hogy ugye az összefogás által lett egy engedélyes terv. Az engedélyes tervet rögtön be lehetett adni, és el lehetett indítani az egész projektet. Tehát megkerülhetetlen. Tehát, hogyha megszületik egy ötlet, és még akkor kezdünk el agyalni, hogy akkor ebből terv kellene, ez kellene, az kellene, elúszik a hajó. Tehát, hogyha vannak komoly elképzelés egy önkormányzatnak, vannak kiemelt célok, akkor azokat elő kell készíteni, be kell tenni a fiókba, és amikor egy célzott projekt megjelenik a pályázatokban, akkor azonnal neki kell menni, és pályázni kell. Ennél ugyanez az eset állt elő. Megvoltak engedélyes tervek, csak be kellett adni, és meg is lett benne az eredménye. Ez egy út, tehát ezt meg kell harcolni, ezeket a dolgokat, de én úgy gondolom, hogy ha arra visszagondolnak a dunaföldváriak, hogy amikor a híd felújítása elkezdődött, és levették a síneket, majd utána elhordták a töltést, és akkor felmerült már az, hogy itt kerékpárút lesz. Vajon ki hitt ebbe? És lám, 2015-ben már itt tudunk kerékpározni, úgyhogy hinni kell ezekben a dolgokban, meg hát természetesen végig kell ezt az utat járni. Akkor, amikor a hídon megszüntették a vasúti vonalat, akkor egy civil kezdeményezésként indult el, vagy egyáltalán született meg az ötlete annak, hogy Dunaföldvárt Solttal egy kerékpárút kösse össze. Ebből a civil kezdeményezésből hogyan lett a két település tényleges kapcsolata, illetve a közös pályázat? Hát itt ugye a Lacinak, a Szlobodnyik Lacit kell azért itt megemlíteni, ő volt ennek a motorja. Plusz ő megszervezte a civileket. Nagyon sok ember adott ebbe bele pénzt, most 2000 forintot, 10 000-et, kinek mennyi volt, ugye, és ők összeszedték ezt a pénzt, ami ahhoz kellett, hogy ez meg legyen egyáltalán terveztetve, ez az egész dolog, tehát az ötletből legalább papíron valami legyen, és ezt ők el is érték, és ugye a másik, hogy ennek a civil szerveződésnek volt egy olyan erős lobby ereje, aki azt mondta a képviselőtestületeknek, hogy tessék ezt csinálni, és erőltessétek, és ezt mind Solton, az emberek, mind pedig Dunaföldváron, ezt ugye végigverték. A képviselőtestületnek természetesen ilyenek mellé bőven odaáll, és látja ennek az értelmét, tehát itt van ez is. Sőt, ugye Dunaföldvár is Solt kormányzata is azt a hiányzó 3,8 millió forintot minden zokszó néki oda tette, bevállaltuk a fenntartási költségeket, mert ugye
az öröm mellett azért majd lesz itt üröm is, tehát azért itt télen ezt havat kell takarítani, a füvet kell vágni, etc. etc. Tehát ez nem úgy van csak, hogy most megkaptuk, aztán mind a szamára fület, és meg leszünk. Nem, ezzel foglalkozni kell. Természetesen majd itt is várom a civileknek a segítségét abban, hogy azt mondják, hogy na, polgármester úr, akkor tényleg bevállalunk egy szombatot, eljövünk, és akkor levágjuk a gazat. Vagy mit tudom én, hát hogyha korlátot kell festeni, akkor hát jó, megvettük a festéket, lehúzzátok. Tehát ez kell hozzá, és ennek kell majd menni a következő időszakban. Dunaföldvár első jelentős kerékpárútja az, ami itt megépült, lesz-e folytatás? Természetesen a megyei fejlesztési tervben mi nagyon szeretnénk azt, hogyha van egy hiányzó szakasz Dunaföldvár és Bölcske között, illetve Dunaföldvár észak, ugye ez a Baracs-Kisapostagi rész, ugye, ami menne, ezekhez kellene csatlakozni. Nekünk most legelső és a legfontosabb lenne ez a Dunaföldvár-Bölcske összekötő szakasz. Én úgy gondolom, hogy ebbe a ciklusban ennek lesz is mozgató ereje, meg akarjuk is, szeretnénk is csinálni, mert akkor az azt jelenteni, hogy simán össze lehet, tehát kerékpározni a Szelidító, és akkor Paks, Cseresznye és a Paksi Atomerőmű Látogatóközpont. Tehát ez egy igazi jó kis kiránduló útvonal lenne, és itt akkor lehetne azt csinálni, hogy egyik nap elmegyünk Szelidre, sátor, egy kis fürdés, jövünk haza, bemegyünk Látogatóközpont, vagy az erdei iskolába el lehet menni a gyerekekkel. Tehát ehhez kell, hogy az emberek mozogjanak, ott legyenek, csapatokat alkossanak, meg jó érezzék magukat. Ehhez kell ez a kerékpárút. Most nem kell mindenkinek versenykerékpárosnak lenni. Ha valaki tud 3 kilométert kerekezni, akkor eljön idáig a Kisdunáig, gyerekkel itt el lehet lenni, vagy elmegy Bölcskére a képtárba, és kész. Ennyi a napi dologja, de legalább kimozdul, nem a számítógép előtt ül, meg nem agyal otthon, hanem tényleg közösségben van, és el vannak az emberek. Ennek ez a lényeg, a közösségépítés, meg egy kis mozgás is mellette. Meg hát így ugye, ha kopik a gumi, akkor lesz a gumisnak is dolga, a kerékpárszerelőnek is, meg jó érezze, meg majd mi is szerelünk otthon. Kipróbáltad-e már a kerékpárutat? Sajnos én még nem próbáltam ki, mert minden alkalom, amikor ide jöttem, hivatalos vendégként voltam, de most itt mondtam is a megnyitó beszédben, hogy természetesen a kerékpáromat most már én is le fogom porolni, és el fogok ebbe egy kicsit indulni. Muszáj valamit csinálni az embernek, de meg kell is rá időt szakítani arra, hogy ilyenekkel kikapcsolja az agyát ebbe a mai rohanó világba. Úgyhogy mindenkit arra kérek, hogy próbálja ki, szakítson időt. Nehéz, de meg kell próbálni. A Bács megyei kormány megbízott is megjelent a kerékpárút átadásán. A kerékpárút avató kapcsán elhangzott az, hogy két település, Dunaföldvárt és Soltot köt össze ez a kerékpárút, de ez valójában két megyét is jelent, ugye Bács-Kiskun megyét és Tolna megyét. Ön Bács-Kiskun megyei kormány megbízottként miben látja a lehetőséget a két megye ilyen jellegű összekapcsolódásában? Azt gondolom, hogy rendkívül fontos ez a mai nap. Az, hogy mind az alapkőletételnél, mind pedig most itt lehetek, és nem csak néhányan önkormányzati vagy kormányzati tisztviselők vagyunk itt, hanem itt vannak a soltiak, és itt vannak a dunaföldváriak. Ez ennek a beruházásnak, ennek a több mint 200 millió forintnak az elköltésébe abban erősít meg bennünket, hogy ez jó célt szolgál. Erre itt nagy igény van. És amikor elkészült, és láttam, hogy már igénybe veszik, még patkája sem volt, de már az emberek igénybe veszik, és idősebbek, fiatalok boldogan kerékpároznak, akkor azt gondoltam ismét, hogy nagyon jó dolog történt, és már vártam ezt a napot, hogy tényleg hivatalosan is birtokba vehessék. Összeköti a kerékpárút, ezt a két települést, és így a lehetőségek is bővülnek, hiszen Tiszakécske, az én városom, az egy üdülőváros, két termálfürdővel, élő Tiszával, Holt Tiszával, ugyancsak vízzel, és hasonlít Soltra és Dunaföldvárra. Mi már egy picit előrébb tartunk ezzel, és látom, hogy mekkora igény van a kerékpárok használatára. A németek nem jönnek el kerékpár nélkül. Ők képesek arra, hogy nem a fürdőbe ebédelnek, vagy nem a kempingbe, hanem kimennek, és végiglátogatják a vendéglátóhelyeket, és itt is, ott is, még a Kiskosmába is mennek, megállnak, és elviszik a jó hírét. Ha Soltról indulnak, Földvárnak, ha Földvárról indulnak, akkor pedig Soltnak. És az a cél, amiről most itt beszélgettünk, hogy körbe lehessen kerékpározni, ez bizonyos szakaszon, mondjuk Paksig a Dunát, az ismét lehet egy fontos úti cél, és ezzeni fog bennünket, hogy
egyszer eddig jutottam el, akkor már itt vagyok, és egyszer majd körbe-körbe fognak menni az emberek, és azt gondolom szintén, hogy amint mondtam is, hogy ez hozzájárul, hogy a kerékpárosok szervezete, a kerékpárosok köre az egyre nagyobb legyen, és ezáltal az edzett emberek, azok az emberek, akiknek jobb az állóképessége, erősebbek, jobban bírják a strapát, kevesebb szerbetegednek meg, jobban lehet rájuk számítani a munkahelyen, az iskolába, a testnevelés órán, akkor ezeknek az embereknek a köre az nőni fog itt az önök településein, illetve a környéken, az egészen biztos. Kormányzati szinten mennyire támogatott a kerékpárutak építése turisztikai céllal Magyarországon? Az a cél, hogy minden főközlekedési út mellett legyen kerékpárút. A kerékpárosokat meg kell védeni. Sokszor látjuk, hogy a motorosokra sem vigyáznak, pedig a motor az még nem is annyira vétlen, hiszen ugyanazt a tempót tudja diktálni, mint egy tehergépkocsi vagy egy személygépkocsi. A kerékpárosokkal egészen más a helyzet. Ott még ha bemegy harmadiknak egy előző autó, abból nagyon-nagyon komoly baleset tud történni. Ezeket meg kell szüntetni. Nagyon sokan forgalmas utakon azért nem is mennek kerékpárral, mert életveszélyesnek tartják. Azt gondolom, ha ezeket a jobb körülményeket meg tudjuk teremteni, akkor nagyot lépünk előre. Természetesen ez rengeteg sok pénzbe fog kerülni, ezt csak folyamatos tempóba lehet csinálni, és nem is tudom, hogy mikor lesz vége. Szintén beszéltem önnek a mi kerékpár útjainkról, azokat, amelyeket több évtizeddel ezelőtt csináltak, azokat már föl kell újítanunk. Tehát gondolni kell ennek a kormánynak arra is, hogy a meglévő és forgalmas utakat is fel kell újítani, és természetesen kutatni kell azokat a pontokat, amelyeket, hogyha kerékpárúttal összekötünk, akkor nagyon hasznos, nagyon jó dolgot csinálunk. Ezeket remélem, hogy okosan és ügyesen fogják majd kiválasztani, hogyha a települések pályázatai beérkeznek, hogy a legfontosabbakat fogják majd előre sorolni. 16 évig volt Tiszakéske polgármestere, gondolom, hogy sokszor kerékpározott a városában. Kipróbálta-e már a Solt-Dunaföldvári pályaszakaszt? Nem, ezt nem próbáltam ki, őszintén mondom, ezt nem próbáltam ki. Személygépkocsival mentem el mellette többször, de mindig irigykedve tekintettem rá, hiszen a számomra ez is fontos, mert nálunk is van útépítő vállalkozás, hogy a helyiek gondolatát a helyiek valósították meg. Tehát a Solti-Dunaföldvári emberek gondolatát az itt élő emberek valósították meg, ezért is büszkék lehetnek rá, és ezért is kell nekik jó minőségbe tartósan megcsinálni, hiszen a munkájukat a helyiek fogják megítélni, és ahogy láttam, tényleg kiváló minőségbe készült el, és nagyon jó kerékpárutat kaptak ezért a több mint 200 millió forintért. Ezen a héten megnyitott a kapuit a Dunaföldvári strand. A beszélgetésünket ne kezdjük, hanem folytassuk a tavalyi évtől. Milyen volt a 2014-es év? Hát, az összesen nézem, akkor talán egy megfelelő évet sikerült csináljunk. Gyakorlatilag a gyógyfürdő területén a bevételeink egy picit nőtek, a forgalmunk is körülbelül 1500 fővel nőtt. Ennek arányában talán a bevételeink is, holott a gyógyszolgáltatásoknál meg kell jegyezzem, hogy inkább az olcsóbb szolgáltatásokat vették igénybe szívesebben a vendégek, de arra nincs panasz. Ugye tudjuk azt is, hogy a tavalyi évben volt egy felújítás a fürdőnkbe, ami úgy gondolom, hogy minden várakozásnak eleget tett, és nem beszélve róla, hogy a Paksi gyógyfürdő is tavaly nyitott, és volt egy félelmünk, hogy el fogja vinni a forgalmat. Ez hála Istennek nem következett be, és azt mondom, hogy ennél rosszabb évünk a gyógyfürdőben legyen, sőt, bízom benne, hogy jobb lesz. A strandról már egy kicsit pessimistában kell beszéljek, ugyanis az időjárás ugye a strandi szezont meghatározza, és hát a tavalyi évet minél előbb el kell felejteni. Nagyon hűvös, csapadékos volt szinte az egész nyarunk. Innétől fogva körülbelül 3000 vendéggel kevesebb volt a strand vendégünk, a strandforgalmunk. A bevételeink körülbelül a 13-as évi szintnek megfelelően alakultak ennek ellenére, hiszen említettem, hogy a gyógyszolgáltatások vagy a gyógyfürdő területén volt egy kis növekedés. Kiadásainkat is megpróbáltuk a 13-as évi szinten tartani. Hát ugye azért ehhez azt tudni kell, hogy az árak mindenhol nőttek, szolgáltatások díjai emelkedtek, volt egy kötelező bérfejlesztés, amit meg kellett lépni a KFT-nek.
Örülök annak, hogy azt mondtad, hogy nem csökkent a forgalmatok a helyi fürdőben, hiszen nagyon szorongtál te a paksi nyitástól. Ez azt jelenti, hogy árban és szolgáltatásban azért álljuk a versenyt itt a környékbeli fürdőkkel, strandokkal. Gyakorlatilag arról van szó, hogy a masszőröknek a munkáját egy kicsit könnyíteni kellett azzal, hogy állítható magasságú masszázságyakat vásároltunk kettőt. Ez nyilván a vendégeknek a kényelmét is szolgálja, hiszen egy idősebb ember könnyebben föl tud rászállni. Azon kívül pár apróbb dolog volt, azt most inkább nem részletezem. Ami a legnagyobb tétel az az, hogy eddig a fürdőben volt egy szakorvos, akit telefonon kellett tudnunk elérjünk a nap bármely pontjában. Ezt már a 15-ös évtől nem tehetjük meg. Gyakorlatilag 15 januártól egy szakorvost alkalmazunk, aki a fürdő területén hetente egy alkalommal, most éppen csütörtöki napokon 14 órától 15 óráig rendel. Az engedélyezési eljárásnál egy viszonylag nagyobb munkával járt, amikor magam is megdöbbentem, hogy több mint 30 településről járnak hozzánk a vendégek. Ez körülbelül 150 ezer embert érint, és Paksot, Bölcskét, Madocsát nem számoltam bele, hanem a másik irányokba, ez körülbelül egy olyan 30-35 kilométeres sugarú körből jönnek ezek a vendégek. Tehát azt mondhatom, hogy a gyógyfürdő az úgy néz ki, hogy rendben van. Milyen újdonságok vannak? Hát gyakorlatilag június 1-től leszünk hivatalosan nyitva egészen augusztus 31-ig a megszokott rendben, és hát annyit, aki le fog jönni, rögtön tapasztal, hogy a medencetér környékét egy kicsit megszépítettük, új korlátot kapott az egész terület. A sövények, amiket már egy kicsit régebben ültettünk, most már úgy néz ki, hogy kezdenek magukhoz térni, és már azok is nagyon szépek. Kialakítottunk a gyerekek részére egy játszó részt, ahol egy saktáblát is elhelyeztünk a szülők részére, akik vigyáznak a picikre, és hát egy kis problémánk most sajnos van még, az eddig használt hinták már nem felelnek meg, hiszen nem EU szabványosak. Az újnak a beszerzés az most még egy kis türelmet kérek szépen, de ígérem, hogy lesz egy játszótorony, egy csúszta és több hinta is, és ez a gyerekek kényelmét, pihenését fogja szolgálni. Az árakról szeretném elmondani, hogy egy nagyon pici áremelést kellett, hogy lépjünk, hiszen a 2014-es évben nem volt áremelés. Ez körülbelül átlagosan 6%-os áremelést jelent, szolgáltatói áremelést, és ezt is nagyon differenciáltan tettük meg. És szeretném rögtön mondani, hogy nagyon sokféle kedvezményt vehetnek igénybe hozzánk érkezők. Van felnőtt egésznapos, nyugdíjas, gyerek, diák, csoportos, családi kedvezményes, tehát mindenki meg fogja találni az ő számára legmegfelelőbbet. Én arra kérem az ideérkezőket, hogy a recepción nézzenek jól körül, és azt a jegyet vásárolják, ami számukra legoptimálisabb. A nyitás előtt két nappal beszélgetünk, és én azt látom, hogy gyönyörűen fel vannak újítva a medencék, kristálytiszta a víz, és hát a vízforgató is gondolom, hogy működik. Tapasztaltad-e, hogy ez jobban vonza a vendégeket? Csak úgy tudunk nyitni, hogy a vízmintáink megfelelőek. Erre eddig is nagyon figyeltünk, hogy a víz az mindig kifogástalan legyen. Itt szeretnék megjegyezni azért egy nagyon önzetlen segítőmet, hadd említem meg névről, a Sós Józsi bácsi rettentő sokat és önzetlenül szokott nekem segíteni, hiszen ő neki a vízes dolog a kis ujjában van. De ettől függetlenül nyilván az a célunk, hogy vonzó legyen. A locsolás is már az idejében úgy néz ki, hogy nem ütközik semmiféle akadályba, a zöld területekre is nagyon fogunk figyelni. Az önkormányzat nagyon sokat segít bennünket a közhasznúakkal. Kicsit a virágágyásoknak a számát és a virágoknak a felületét is növeltük, tehát én úgy gondolom, hogy nagyon szépen rendbe jött a strand, rendben van a strand, ilyen szép talán még eddig nem volt, és nagyon várjuk a jó nyarat. A más strand az nekem mindig összekapcsolódik a kempinggel. Mi a helyzet a mi kempingünkben? A kempingről is el tudom mondani, hogy a 14-es évben sikerült a 13-as év forgalmát
elérnünk. Annak ellenére, hogy a faházaink egy picit amortizálódnak. Az idei év terveinél még hadd említem meg, hogy az idei évben is lesz úszótanfolyam, nagy sikerű úszótanfolyam, amit a gimnázium tanárai csinálnak már évek óta, nagyon becsületesen és nagyon nagy szeretettel látogatják a gyerekek ezeket a tanfolyamokat. Szintén lesz a Holler UFC-nek egy focisulia a területünkön, őket is várjuk, hiszen ezekből a gyerekekből sportolók visszavárhatunk majd felnőtt korba is vendégeket. Szeretném, hogyha zeneiskolások is jönnének. Egyelőre solti zeneiskolások jelezték, hogy fognak a nyáron műsort adni a strand területén, és megpróbáljunk a magunk is szűk lehetőségeivel maximálisan érni, és ezúton kérem a dunaföldvári tanárokat is, hogy akár egy gyakorlást is itt, akár a mazsorettek is, szívesen látjuk őket, belépőt nem kérünk, mi azzal tudunk fizetni, hogy beengedjük ezeket a gyerekeket, érezzék jól magukat, és amikor már egy kicsit unják a vizet, akkor adjanak egy 5-10 percet műsort a vendégeknek, úgy gondolom ezzel mindenki jól jár. A Dunaföldvári Református Közösség vendége volt Tokod Ilona. Művésznő nem először jár Dunaföldváron városunkba, de ha jól tudom, önálló koncertet először ad itt a református templomban és pünköst hétfőn. Ez így van, ha bár nagyon egy jó párszor már énekeltünk itt Muskát András férjemmel, és mindig nagyon szívesen jövünk ide. Egyrészt, mert azért templomban énekelni egészen más. Szerintem azért is, mert az Isten háza, és nagyon közel van hozzánk, és akik ide jönnek, azok mind szeretettel szeretnének megfürödni a zenében. És most különösen egy nagyon szép alkalommal koncertezünk itt a Muskát András férjemmel, mert Simon István úgy tudjuk, hogy jövőre már nem lesz itt, mint nem lesz alkalmazásban, mint református lelkész. És hát ezért hát egy kicsit szomorúak is vagyunk emiatt, mert hát szerintem ő nagyon fiatal még ehhez, hogy nyugalomba vonuljon, de hát majd biztosan ki fog találni valamit, ismerve az ő lelkesedését, az ő vitalitását, az ő temperamentumát. És hát mi nagyon szeretjük őket, tényleg nagyon-nagyon jó barátaink. Kutas Attilával együtt, mert a Kutas Attila papbarátunk, plibános barátunk mutatta be őket, és hát azóta tartjuk ezt a nagyon jó kapcsolatot. Többször jöttek föl operába meghallgatni bennünket, és tehát a zene az úgy gondolom, hogy ahol a zene van, zene szerepel, ott jelen van az Isten. Ez az alkalom és a helyszín egyértelműen arra utal, hogy ön hisz abba, hogy a művészet, a dal ereje képes pozitív vallási értékeket közvetíteni az emberek számára. Köszönöm szépen. Vallom azt, hogy ha az ember valami szépet hoz, akkor az Istennel való kapcsolata. Az enyém is, és hát a közönségé is. Adni pedig a legjobb dolog. Adni, megosztani, amiben én hiszek, megosztani, amit én szeretek, és ezt tehetjük itt, ebben a csodálatos kis templomban. Persze szokták mondani, hogy a templom az, abban mindig jó az akusztika. Ennek különösen nagyon jó az akusztikája. Nem tudom, hogy mi az oka. Lehet, hogy az építkezés miatt, de az is lehet, hogy sok jó lélek gyűlik itt össze, és tudjuk jól, hogyha a jó emberek találkoznak, akkor ott nagyon-nagyon pozitív aura alakul ki, és a pozitív aurába pedig nagyon jó megfürödni. A napjaink zaklatott, fölforgatott világában sajnos gyakori példa az, hogy a vallások hitek közti szakadékok, a törésvonalak sajnos úgy tűnik erősek, köszönhető ez a vallási szélsőségeknek, fanatikusoknak. Hát vannak olyan hangok is, hogy ne talán ateisták előbb megértik egymások mindenben, hiszen nincs köztük ilyen szakadék. Ön is így látja, hogy sajnálatos módon a szélsőségek bizonyos területen felerősödnek a vallások, a hitek? Én ezt nem érzem azért ennyire, hogy ilyen nagy különbség lenne mondjuk vallások és vallások között. És lehet, hogy azért, mert a zene a közös. A zene az, ami, hogyha az ember talál egy hidat, és az a zene. Tehát, hogyha az ember az éneklésével
meg a muzsikálásával összeköti a különböző vallásokat, hiszen mindenki Istent imád. És szeretném, hogyha minél többen lennének is, akik Istenhez fordulnak, mert ebben a zaklatott életben kell egy megnyugvás, kell egy biztos pont, és a zenén kívül úgy érzem, elsősorban az Isten. És nekünk az a feladat a muzsikusoknak, hogy az embereknek adjunk valamit a zene által, ami lelki, ami szellemi, ami magasztos, ami elérhető, és ami szeretetet és hitet ad. Meg kell ragadnunk az alkalmat, hogy a szakmájáról is beszélgessünk. Ön egy világszerte ismert művésznő, belelát abba bonyolult rendszerbe, hogy a magyar kultúra napjainkban milyen elfogadottsága a nagyvilágban, hiszen minden nap olyan helyeken járul, ez visszatükröződik. Hát most gondoljunk itt a Cannes-i sikerre, a film sikerre. Valóban a magyar kultúrának továbbra is a 24. században ilyen rangos értéke van nemzetközi szinten? Én úgy gondolom, hogy hát igen. Azáltal, hogy kinyíltak a határok, azáltal egy picikét nehezebb a helyzete tulajdonképpen a magyarok, magyar énekeseknek. Most én leszűkítem ezt a kört a magyar énekesekre. Igazából nehezebb most a magyar művészeknek megtalálniuk magukat külföldön, hiszen a határok kinyílásával régebben az volt az én időmben, amikor én kezdtem a pályámat, akkor nekem valamivel könnyebb volt, mert elég volt a tehetség. Ma már igazából nem elég csak a tehetség, ma már sokkal több kell. Ma már egy énekesnek rendelkeznie kell teljes komputerismerettel, tehát menedzsernek is kell lenni, és ez számomra idegen, és ez számomra kicsit elidegenítő. De hát mivel nem én vagyok a kezdő, hála Istennek, a kezdő énekeseknek csak drukkolni tudok. Nem tudom, hogy azt a fajta elmélyültséget, ami nekünk adatott meg. Nem csak az, hogy több időnk volt az éneklésre, hanem csak ezt csináltuk. Csak a szakmánkat tudtuk csiszolni. Nem sírom vissza, persze mindig más, fejlődni kell a korral. Csak nem tudom, hogy ez-e az a kor, ami segítene a művészeknek, hiszen mindenfajta művészethez elmélyülés kell. És ez nagyon nekem borzasztóan hiányzik, hogy én tanítok, ugye, meg a párom is, ő tanít a Neumark Zoli is, aki kísérni fog bennünket. Tanítunk a Pécsi Egyetemen, és azt látjuk, hogy csak azok az énekesek érvényesülnek. Most volt az eszéki verseny, és a 7 növendékem közül 4 volt dobogós, és hát ez jelent valamit. Ők olyan fajta beállítottságúak, amire a mai világnak az igénye van. Menedzserek, több nyelvet beszélnek, talpra esettek, megszerveznek akár egy koncertet is. De valami hiányzik. Az, ami nekünk megvolt, hogy csak a szakmával tudjunk foglalkozni, de olyan mértékben és olyan mélyen, mint ahogy egy alkotóművész. Tehát igazából, igen, most fogalmaztam meg, tehát az alkotóművészet, tehát nem érzem, hogy jelen van annyira a mi szakmánkban. Kicsit külsőséges lett az egész, kicsit nincs annyi szeretet, mert nincs idejük kidolgozni. Ez egy másik világ. Örülök, hogy nem most kezdek. Tetszett említeni, hogy sok a tehetséges fiatal, komoly zenei pályán, operénekes pályán is. Számukra sajnos az a kihívás is megadatott, hogy a könnyebb siker reményében más műfajok felé csábulnak el jelképesen. Aktuális ez ma is? A nagyobb siker reményében például? Hát akik komolyan gondolják ezt a szakmát, azok nem igazából. Akik tanulnak, tehát akik komoly zenészként tanulnak, komolyan veszik, egyetemet végeznek, megvan az a fajta hozott anyag is, meg az, hogy nagyon komolyan odafigyeljenek a dolgokra. Igen, csábító a televíziónak ezek a gyorsan 2 hét alatt sztárt csinálunk belőled, de ezt szerintem az okos művész tudja, hogy ez csak fél év, vagy ki tudja mennyi, lehet, még annyi se. Egy olyan fajta komoly felkészültség a szakmára. Azért ez megvédi őket attól, hogy olcsón adják el magukat, és hogy olcsón sztárok legyenek. Eleve az, hogy jöttek az egyetemre, vagy konzervatóriumba, vagy főiskolára járnak. Tehát ad egy komoly alapot. A hétvégén idegenben játszottak labdarúgóink.
A hétvégi bajnoki fordulóban megyei első osztályú csapatunk Kölesden szerepelt. Norbi, várjuk az összefoglalót. Hát küzdelmes mérkőzésen 2-1-es győzelmet arattunk. Az első fél idő eleje, közepe környékén a kölesdi csapat szerzett vezetést egy védelmi hibánkat kihasználva. Az első fél időben nem játszottunk jól, pontatlanok voltunk. Meg kell említeni, hogy a kölesdi csapatnak megsérült a kapusa, és nem volt tartalék kapusok, így egy mezőjátékos állt be a kapuba. Ugye ez nagy segítség volt számunkra. Szünetben megbeszéltük, hogy mit, hogyan kell változtatni. Ennek függvényében másik félőben tudtuk, hogy mit kell játszani, jobban is működött a dolog. Széles Gergő egyéni megindulását követően sikerült egy büntetőt kiharcolni, ami után kölesdi csapatból kiállítottak egy játékost, Balos Kuván értékesített a büntetőt, majd körülbelül egy olyan 5 percre az egyenlítő gólunk után Balos Kuván szögletét Széles Gergő fejelt a kapuba. 2-1, támadtunk, nekünk is volt helyzetünk, kölesdi csapatnak is volt helyzete. Sajnos mi is kihagytuk, vagy mi is sajnos kihagytuk a helyzetünket, nem tudtuk eldönteni a mérkőzést, az utolsó pillanatig koncentrálnunk kellett, de szerencsére meg tudtuk tartani az előnyt, és győzelemmel értünk haza. Az ifi csapat milyen eredményt ért el? Az ifjúsági csapatunk hát ugyanúgy, mint mi is, tartalékosan álltak ki, hiszen a mai nap folyamán volt egy MB2-es mérkőzés egy csapatnak, ahol a vezetőedzőnk Kerekes Béla szintén ott volt, így nem tudott velünk lenni a mérkőzésen. Ugye ez is egy furcsaság volt a mai napban, ezzel is meg kellett küzdenünk, hogy az edző nélkül játszottunk. Sajnos a fiataljaink első fél időben még 1-0-ra vezettek, és 4-1-es vereséget szenvedtek, de úgy gondolom, hogy le a kalappal a csapat előtt, hiszen már bajnokként léptek pályára, és nagyon sok fiatal alsóbb korosztályból 14-15-ös fiatal legény játszott a mérkőzésen, és úgy gondolom, hogy jó teljesítményt nyújtottak. Előző fordulóban, mint tudjuk, Paksot fogadtuk, minimális 1-0-ás vereséget szenvedtünk. Hogy alakult ez a mérkőzés belülről? Milyen volt? Tudjuk azt, hogy a Pak nagyon jó csapat. Igen, nagyon jó csapat a Paks, ugye nem véletlen van ott, ahol áll a tabellán az első helyen. Sok fiatal tehetséges játékossal, kiegészülve rutinos vénrókákkal, akik ugye NB1-et is megjártak. Úgyhogy hát megtettünk mindent, rengeteg lehetőségünk volt, főleg az első földőben, 0-0-nál, illetve 0-1-nél is sajnos kimaradtak, de úgy gondolom, hogy partival voltunk egy NB1-es csapatnak a tartalék csapatával. Úgy gondolom, nem vallottunk szégyen, tehát sajnáljuk, hogy nem sikerült pontot szerezni, mert úgy gondolom, hogy az egy pontra rászolgált a csapat.